Visszaélt a Magyar Állam és az Európai Unió több 100 millió forintos támogatásával egy budapesti és egy heves megyei gazdasági társaság. A cégek zöldség és gyümölcsfeldolgozó üzemek létrehozására pályáztak állami és uniós pénzügyi támogatásra. Mindkét céget ugyanazok hozták létre, és ugyanazok is irányították. A budapesti vállalkozás 420 millió forintot vett fel, a hevesi pedig 270 milliós támogatást igényelt a mezőgazdaság és vidékfejlesztési hivataltól. A helyszíni ellenőrzéskor azonban kiderült, hogy az egyik üzem gépeit szabálytalanul szerelték össze, így azok csak látszólag voltak alkalmasak a termelésre. A másik műhelyből pedig el is szállították a berendezéseket, így nyilvánvaló, hogy ott valójában nem is terveztek gyümölcsfeldolgozást. A két cég mögött ugyanaz az elkövetői kör állt, amelynek tagjai a pályázat benyújtásához szükséges önerőt offshore cégektől kapott kölcsönökből biztosították. A költségvetési csalás gyanúja miatt a Nemzeti Adó és Vámhivatal nagy szabású akciót szervezett október 30-án. Az országban 32 helyen egyszerre jelentek meg a pénzügyi nyomozók a bevetési főigazgatóság járőreivel és a NAV revízoraival együtt. Az ügyben a NAV közép-dunántúli regionális bűnügyi igazgatósága folytat nyomozást költségvetési csalás gyanúja miatt. Az elkövetők akár 10 év börtönbüntetést is kaphatnak.